Üdvözlök mindenkit itt a scuderiavideo.hu csatornán, és egy nézzünk bele epizódnak indul ez a dolog, de én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez lesz az a játék, amit úgy végjátszok így másod ízben a csatornán. Az első a visszajövőben játék volt, ez meg az Abzu, mint látjátok. Hát nem is nevezném őt játéknak, inkább egy ilyen virtuális történetnek, virtuális mesének, amit itt prezentál nekünk, hiszen utána nézve a játéknak, illetve amit úgy láttam róla videókat és egyéb leírásokat, maga a játék nem támaszt túl nagy nehézséget a játékos elé, nem is ez a lényege, inkább a látványvilágával operál, és azzal próbálja bevonni a játékost, azzal próbálja beszippantani. Ez neki nagyjából sikerült, én nekem látjátok, hogy van egy folytatás lehetőség, mindössze annyi történt, hogy a tutoriál részbe bementem, ami körülbelül három felvillantott, mit csinálhatok, mivel dologból állott, a többi az megúszkálás volt, és ott tök jól el voltam, és úgy ott dőlt el, meg ugye a korábban látott videókból, hogy egy kicsit ezzel tovább is kéne foglalkoznom. És mit kezdtem elmondani, ugye? Ez egy ilyen virtuális történet lesz, egy lineális vonalon kell végigmennünk. A maga végjátszás az körülbelül olyan 2 órára tehető elvileg játékos végigjátszási stílusától függően. Hát én nekem nem egy olyan gyors a végigjátszás, tehát ritkán játszok végig, meg hát amúgy is lassan játszok, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb projekt lesz, de mindegy, ugye elkezdem, aztán meglátjuk. Szerintem, hogyha az első részbe beleteszek egy kis időt, akkor úgyis látni fogom, hogy mennyire szippant be ez a játék, de ezt ugye el tudom képzelni, hogy ezzel hosszabban játszok, meg akkor egy ültőhelyemben megpróbálom végigjátszani, és akkor több részletbe meg kirakom, mert tényleg így tetszett az első epizódja neki. Mit kell még tudni róla? Igazából utána néztem ennek a játéknak, hogy valami előtörténete van-e. Egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy Abzu? Jelente valamit ez a szó, hogy Abzu? És kiderítettem, hogy ez egy ilyen óbabiloni kifejezés volt, ez a földet és az alvilágot elválasztó őstengert hívták, nevezték Abzunak, és hát erről kapta a játék a nevét. És akkor ennyi is a történet. Igazából már ez, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez a szó vagy kifejezés, már ez is egy ilyen mitikus körítést von a játék köré, tehát ez is egy ilyen kicsit érdekessé teszi, legalábbis itt számomra, hogy ez miről szólhat, mert biztos, hogy van története, de szándékosan nem néztem ilyen végigjátszásokat, meg ilyesmiket. De megnézzük, nyitok egy új játékot, aztán belemegyünk. Igazából hagytam neki a zenéjét is, egy játék lehet csak benne, úgyhogy a fölülírja, de nem volt vészes, amit elkezdtem. A zene lehet, hogy hangos lesz egy kicsit, de benne hagytam a zenét. Bízok benne, hogy nem szedi le a YouTube, mert hát ez is része az élménynek, és mostanában az algoritmus úgy van belőve, főleg indie játékoknál, hogy nem lövik le a zene miatt a játékokat, úgyhogy én bizakodok benne. Meg több helyen is láttam, hogy benn maradt a zene. És nagyon hozzájárul a képi világhoz a zene is. Egyébként van egy másik játék, amit még nem néztem meg, a Journey nevezetű, ami párhuzamot vonnak sok helyen az Abzu és a Journey között. Itt két személynek a neve ismerőt, most nem fogom megmondani fejből a zeneszerző, azonos a kettőnél, illetve aki ezért a művészeti kinézetért, dizájnért felelt, ő azonos a két játék esetében, úgyhogy a Journey-t is meg fogom nézni, hogy miről szól az. Ez egy sivatagos környezetbe játszódó dolog, hogy annak majd utána nézünk. Na, induljon akkor a történetünk! Menjünk is a víz alá hamarosan. Szerintem elegendő a hang, pont megfelelő. Medúzák. Hát itt hiszem már jó sötét van itt a nagy mélységekben. És akkor itt van a karakterünk, akit egyszerűen csak Abúvárnak hívnak a játékban, tehát nincsen semmilyen egyéb neve.
Ő a búvár. Egy ilyen érdekes karakter, érdekes megvalósításban nincsen túl spilázva neki a kifaragása, de teljesen illik a környezetbe is, és ő vele fogunk úszkálni. Hát azt mondja, hogy a drive az a jobb egér gombot nyomva tartva tudom irányítani, illetve azzal a kamerát mozgatom. Aha. Illetve azzal haladok is, és a kamerát mozgatom. Az irány az meg a VASD, ahogy nézem. És boostolni pedig a... Aha, és akkor ugrik is egyet, ezzel boostolok. Király, nem lehet meg invertálni ezt esetleg a... Kamera, swim. Ezt nézzük meg már így inverzbe. Nekem nem fekszik ez a... Hát... Ezzel uszkál, oké. Okay. Jó, ezzel előre. Akkor boostolunk egyet. Aha. Jó, olyan nagyot nem boostolt egyébként, de... Hát nem tudom, még az irányítás az ilyen érdekes, és ennyi a tutoriálán mindössze, tehát nincs tovább. A boost az nem végleges, tehát egy-két ilyen boostunk van. Na, gyerünk, boostoljunk egyet. Aha, és akkor a középső gombbal meg tud ilyen összekuporodni, és itt vannak a halacskák, akik között tudunk úszkálni kedvünkre. Jó, aztán most inverzálizálom, most így jobban fest a dolog. A kamera mozgás az még nem értem, hogy miért az egérre van, de legyen végül is mindegy, jó az, jó az. Beállok mögém, akkor nem követi le a karaktert, az még zavaró egy kicsit nekem, de majd megszokom, itt egy nagy halacska. Mivel a pálya lineális, ezért ő nem bánt, ez nagyon szép. És érdekes, hogy ilyen mesés az egész, és meg is nézi a karakter. Azt mondja, hogy a shift. Aha, shifter rá lehet kapaszkodni, és akkor tudunk utazni a halacskával. Ő visz át minket a következő pályarészre. Ami egy ilyen hínáros növényekkel gazdagabb terület már. Hát ez sem csúnya. Kicsit beúszkáljuk. Maga a pálya... Az valahogy így épül fel, hogyha pályának nevezhetjük ezt a térképet, amin játszunk, ezen a lineáris térképen. Így épül fel, hogy egyes területekre bejutunk, és akkor ott valamilyen feladatot kell megoldani. Nem túl bonyolult feladatot, de valamilyet. A space-szel lehet interakcióba lépni dolgokkal, és akkor itt valami történt is. Kijöttek belőle ilyen halacskák, vagy mik ezek. Nagyon látványos. Aha. Aha, itt nem lehet nagyon fölmenni, ahogy nézem. Megnézzük, hogy van-e itt a környéken, még így körbenézve, olyan hely, amit így aktiválnunk kell, vagy interakcióba kell lépnünk vele. Ez a kamerás dolog, ezt még megnézem, mert lehet, hogy ezt is, ez viszont zavaró, hogy inverse-be van, és azért össze-vissza mozgok. De nem biztos. Megnézzük azt a másikat is. Jó, így egy kicsit jobb a helyzetem, vagy legalábbis jobban érzem, hogy mit szeretnék tenni. Oké. Körbeúszunk errefele is. A hínáros most milyen jól eldöki a hínárt a búvára, hogy úszik. Nézzünk ide föl szikla tetejére. Semmi nincs. Na ott, mintha láttam volna valamit ott lent. Aha, ott
De lehet, hogy ott jártam, nem? Nem az volt az, nem így, megnézzük még egyszer, de lehet, hogy itt jártam. Ja, itt járhattam, elvileg. Még jó lenne egy ilyen eltávolodás gomb, de azt nem igen találtam még. Meg ott viszont ki lehet úszni, ahogy nézem. Ki lehet egy kicsit nézni. Nem itt, hanem a másik lyukon, ott. Igen. Itt ki tudunk nézni a felszínre. De hát irány vissza az alsó taktus. A játék egyébként nem fogja a kezünket, tehát mindent magunknak kell kitalálni. És hát ugye írták, hogy nem bonyolultak ezek a rejtélyek, amit ki kell találnunk. De ettől függetlenül most itt elkalandozgatok én. Megnézzük az összes ilyen bejövő fényt, hogy hát, hogy ott kell valamit tennem. Na itt. Ott van. Szépen odaúszunk és aktiváljuk ezt is. És leopárd cápák jöttek ki. Aha, tehát ilyen élőlények jönnek elő ezekből, másfajta élőlények. Az előbb ilyen, nem olvastam el a nevüket, de valami érdekes élőlények kerültek abból is ki. Szerintem arra, ott van valami furcsa dolog. Szerintem ez lesz a... Hopp, itt valami növényke is van, vagy nem tudom mi ez. Egy robotszerűség. Egy robotszerűség, ami egy lámpa. Ő lesz a szemem, lehet, ő fog nekem világítani. Most lepásztázott. Ő örül nekem, én meg neki. Nagyszerű hír. Na nézzünk körbe, még a túloldalon még gyanítom, hogy ott lehet valami. Oda beúszunk még arra fele. Beúszunk a harrajba. Itt vannak ezek a hosszúkás halak egyébként, amikkel még sikerült találkoznunk. Itt egy cápa. Itt is van valami interakciós lehetőség. Ezek a háromszögek jelentik. Aha. És akkor meditálhatok itt a... Ó, és micsoda szép itt a környezet. Az a kérdés, hogy hogyan tudnánk eltávolodni. Napos fölkeltem. Itt lehet egyébként meditálni. Bármikor lehet meditálni, gondolom. Menjünk be oda a belső részbe, hát hogyha ott is van valami interakciós lehetőség. Én már láttam is itt a cápák után, hogy ott mintha lenne egy ugyanilyen robotka. Igen, ott is van. Őt megvizsgáljuk mindenképp. Hopp. Na nézzük csak ezt. Meg is van talán. Space-szel aktiváltam is, talán meg tudjuk javítani őt is. Nagyszerű. Ő is velünk úszik ezután. Jó, itt azt hiszem... Gondolom, oda nem tudok beúszni, nem? Ez itt a pálya széle lehet. Hogy de? Én nem ott vagy, kő van, oké. Jó. Hát ugye még ki kell azt a hálós nyavaját kell ott kibontanunk majd valamilyen úton, módon. Még megnézzük, errefele még nem jártam. Hogy mik vannak ezen a részen. Hát, itt is van valami cápás holmi, ezt még megvizsgáljuk. Megvizsgáljuk ezt itt, nem cápás, ez csak le lehet ide ülni. Itt jöttem be valahol, ha jól emlékszem. Jó, hát errefele már nem látok semmi olyat, ami nekünk fontos lehetne. Megvizsgáljuk akkor azt a nyilást újfent. Hát, hogyha kioldódott, vagy valamit tudunk csinálni ott. Mégis kétfajta halat, a cápát és ezt a kígyóhalat. Ó, ott még van egy robotka, azt még aktiváljuk. Sikerült újra visszahoznunk ide az élők környezetébe, úgyhogy... Aha. És ahogy nézem, a kis
fény robotjaink is megtalálják ezeket a társaikat, és jeleznek nekem, hogy mi a helyzet. Jó picire raktam a fészkemet, hogy ne zavarjam itt a művészi világot. Ne roncsam el nagyon. Oké. Jó. Na nézzük. Szerintem most mindent megtettünk, amit kell. Odaúszunk ahhoz a részhez, és megpróbálunk valamit csinálni ott. Összeszedtük a robotkákat, úgyhogy bizakodjunk, hogy itt valamit lehet tenni. Aha. A robotok dolgoznak a dolgon. Egy. És már megyünk is be, és ők szerintem majd világítanak nekem ügyesen, okosan. Fék. Elriasztottam egy cápát. Mondjuk nem, mint hogyha valami bajunk történhetne, szerintem ebben a játékban nem nagyon fog bajunk történni. Ez is gyönyörű egyébként. Itt vannak a robotkák, meg van mind a három. Szuper, most megyünk ide ebbe a nyílt részbe, megnézzük itt, mi folyik itt. Elhalkult a zene. Aha, itt egy ilyen talaj látható, oszlopok vannak. Hinárd oda föl lehet menni. Elúszunk arra fele, megnézzük ott mi van. Nem értem, hogy lefele érdemes-e mennünk. De talán ott nincs semmi. Megnézzük ezt a részt. Itt lehet a... ott van valami lent. Ugye részreveszik a kis robotkák. Ez egy csigaház volt, nem tudom, hogy ő csak fölvettük ezt a csigaházat. Na nézzük erre fele, mi van. Oh, ott lesz egy ajtó. Egy ajtó. A kijárat. Kiúszunk rajta ügyesen, okosan, és egy újabb területre érünk. Ami hasonló az előzőhöz. Csak mégsem. Itt pedig egy ilyen fönt van egy ajtó, amin ki kell mennünk. És a hínár továbbra is vezet minket. Ott nem volt valami? Megnézem végül is, ráérek. Itt láttam valamit, de... Nem, semmi. Egyszerre vezetem a kamerát, meg magamat is, úgyhogy érdekes egy kicsit a szituáció, de majd beleszokok, talán nem fogtok itt rosszul létbe keveredni itt általam. Na nézzünk körül egy kicsit a felszínen. Régen néztünk ki, és lehet, hogy idő után már nem is fogunk tudni kinézni. Na menjünk le oda ahhoz a dologhoz, az ott nekem gyanús. Egyébként itt nem tudom, hogy körbenézünk, hogy mi a helyzet, de itt azt hiszem a nagy sötétség van errefele, mindenfele. Hínár és nagy távolságok. Jó, nézzük meg ezt a fényt, ez gyanús nekem, hogy itt a tovább lépésünknek a kulcsa. Bele is úszhatunk ebbe a fénybe. Hopp, sikerült. És bele is kerültünk, valami örvény beszippantott minket. Egy teljesen másik területre tévedtünk. Egy gyönyörű csarnokba. Ami víz alatt van vélhetően, mert én is úszom. De olyan, mintha egy másik tenger lenne alattam. Vagy elvesztette az alattam és a felettem a jelentőségét. Hát odaúszunk. Odaúszunk. Megnézzük ezt a második tengert. Én egy kicsit beleúsznák ebbe már, hogyha már itt vagyok. Aha, nem abban ki kell úszni. Oh, oké. Odaúszunk ahhoz a... nem is tudom, mi ez, ilyen oltárszerűség, vagy... nem is tudom, minek nevezzem. Gyönyörű zenéje van egyébként.
már nem is enged nagyon nézegetni, csak bemenni tudok. És interakcióba lépni ezzel a kis plazmával, vagy mi ez. És akkor újabb halak, ezek a ráják jöttek elő. Amiket shifttel lehet, hogy meg is tudnák lovagolni, hogyha adna lehetőséget a játék. Lefagyott? Vagy mi történt? Nem töltődik ez a csarnok, ez üres volt. És most vízzel töltődik fel. És ennek a ráják is közben. És valami központban pedig egy nagy növény kezd el följönni. Na, nyílik ott egy kapu. Nézzük már körbe, meg nézzük meg a rájákat. Lovagoljunk egy ráján például. Ó, de hogy tudom elkapni ezt a ráját például? Nem vagyok olyan gyors, sajnos. Hatalmas szerencsére lesz szükségem. Ha mögötte tudnák maradni a karakternek így stabilan, az lenne jó, ha lekövetném a... Nagyon élvezném, ha lekövetném. Hopp, oh, itt sikerült elkapnom, elcsíptem a rájamestert. És akkor így Manta rája az a neve neki, és akkor ilyenkor megkapom a nevét is a élőlénynek, ami lovagolok, vagy ami visz engem. Tehát valaki gyönyörű halrajba is beleúsztunk. Kis robotjaink jönnek utánunk, a világítós robotok. Kicsit könnyebb is így be felfedezni a tájat egy nagy hal segítségével, mint hogyha én magam teszem azt. Ott fönt van egy cápa, ott lehet meditálni, oda mindjárt föl is megyünk, sőt itt szerintem el is hagyom rá a komát. És megnézem azt ott fönt, hogy ott mi a helyzet. Lefejelni szegényt, nem tudom, erre le lehet-e ülni, de le lehet ülni, jó. És akkor itt lehet meditálni egyet, és a cápa szobron körbe tudok nézni itt a barlangban, hogy mi a helyzet. Ott van lent az a fényforrás, amiből most kinőtt ez a hatalmas korál jellegű valami, amiből aztán a ráják is előjöttek. Hát végülis a ráják itt ebben a teremben születtek újjá. Jó. Nézzük meg akkor a Enterrel lehet kilépni a meditációból, vagy nem, Enterrel meditálunk, akkor meg lehet nézni így a termet, vagy az éppen aktuális területet, ahol vagyunk Enterrel. Gyakorlatilag a gondolatainkba nyer betekintést a szemlélő. Mármint a karakter gondolataiba. Ennél a képnél addig töltök magamnak egy kis vizet, mert közben itt hajlamos vagyok körülni, de nem akarom szétkörülni ezt a szép kis anyagot. Na és akkor visszakerülünk szerintem. Nem, itt van egy új hal. Roaster fish. Aha, így lehet felfedezni új élőlényeket is. Elég veszélyesnek tűnik azokkal a tüskékkel a hátán. Attól függetlenül megmerném kockáztatni, hogy lovagolhatnánk is akár rajta, elég nagy testű, hogy vagyok egyébként, ott lehetett látni. És akkor ők is, most már több ilyen hal is látható itt a tömegbe. Oké, hát ez megvolt. És egérgombbal tudok kijönni a meditációs dologból. Na nézzük, hogyha shifter oda rámennék, akkor mi történne? Mondjuk ezt a érdekes halacskát kéne elcsipni. Ha el tudom, de azok elúsztak szerintem már messzire. Az irányítás még nem erősségem sajnos. Na mindegy, keressük meg a bejáratot, vagy kijáratot, az ott lesz, vagy ahova kell mennünk. És itt hagyjuk a rájáknak a csodálatos világát. Egy másik csodálatos világ érvélhetően.
ott van valami furcsa, szellemszerű dolog, az valami medúza, jó van. És itt pedig valamilyen elsüllyedt város lehet ez egyébként. Most felkanyarodok. Na. Nézzünk körbe ügyesen. Itt vannak ezek a barlang rajzok, vagy hát egy épület falán lévő rajzok, amik elsüllyedtek ezzel a... Már most megnézzük, az interakcióba tudok el... Jó, ott még van egy másik is. Ezekkel a medúzzákkal. Bele is tudok úszni a medúzzába? Nem nagyon, de rajta vagyok a témán. Itt a másik, ott egy csigusz, ott bent lehet, hogy ezt ki lehet operálni onnan. Vagy az csak egy rajz. Nem, azt nem lehet kiszedni. Az egy csiga, ott. Na nézzünk körül akkor így nagyban. Itt fölül medúzzák vannak, ott egy nyílás, és egy furcsa valami, aminek a lábait látom, hogy oszlopok, ilyen kövek. Lent a földön, ott, ahogy látom, nincs semmi különös, de azért leúszunk, megnézzük azt is. A földszinten mik vannak. Itt van egy lépcső. Jó, mindegy, fölfele úszunk akkor. Oda beúszunk, ott van egy nyílás. Mivel a pálya lineális, így nem nagyon tudunk eltévedni. Ha sodorjuk magunkat, hagyjuk sodorni magunkat az árral, akkor se lesz semmi probléma. Viszem a kis világító robotkáimat, és megyek tovább. Egy nyílt. Hoppá, hoppá, hoppá. Az egyik robotkának annyi. Na, ez meglepett engemet. Óvatosan menjetek, mert itt a cápali dolgozik ezen a részen. Keresünk egy meditációs területet, és akkor fel tudjuk fedezni. Ez egy hatalmas nagy plac egyébként. Lehet, hogy arrafele kéne oda betendálnunk, mert itt csak veszély leselkedik ránk. De azért körbenézünk. Hatalmas mélységek, hal rajok. Felszínre föl tudnák úszni. Azt még megnézem, hogy e fölött mi lehet. Hogy ez már a felszín, vagy ott fölötte van valamilyen élő világ. De nem, az már a felszín lesz, akkor ide nem mászunk most föl. Na nézzük. Megusszák, megcsinálták nekem a kis robotkák, és elmentek. Vagy én is arra megyek. Nem, ők elmentek. A kettő megúszta, és magamra hagytak. Egyedül megyek tovább a kis útamon. No. Hogy ez valami sodró ág, ami itt látszik, mert a halak és a víz mozgásából is azt gyanítom, hogy ebbe a sodrásba én most bele fogok kerülni, és elkerülhetetlennek látszik, mert itt föld van, ott meg nem tudok följönni. Hát akkor hadd szóljon, menjünk, vigyen minket az ár, bele is kerültünk, és menjünk, sodorjon minket. Próbálom kamerával úgy megoldani, hogy jól... és a halacskák pedig velünk úsznak, micsoda szép ez. Aha. Itt is lesz egy harraj. Ők is velünk úsznak. Egyre többen vagyunk. Itt is lesz egy harraj, azt is összeszedjük? Nem sikerült szedni, jól van. Errefele? Oké. Kifele? Hogy mi a helyzet? Hadd nézzem. Oké, menjünk arra. Hát ezek meg delfinek lesznek. Hopp, ott van egy harraj, azt elfogjuk. Így van. Menjünk a delfinekkel. De szépek. És mennyien vannak.
is egy hatalmas harraj. Abba bele is úszunk, ott abba. Csak a sodrás nem mindig támogatja, de most sikerült. Azt is összeszedjük, azt a harrajt is, legyünk sokan. Ez az, gyertek velünk barátaim. Ott is egy harraj, azt is. Gyönyörű. Mondjuk a sodrás után elfordul talán? Nem. A delfinekkel úsztak, de én megyek tovább befele szerintem. Én nekem erre fele vezet az útam. Itt ismét medúzzák. És ismét egy újfajta világ tárult elém. Hát itt le kell mennünk. A mélységbe. Be is tempózunk, és egy új területre érkeztünk, ahol delfinek. Delfinek vannak, és sokkal világosabb az egész világ. Itt a delfinek birodalma. Ott is van egy lezárt terület, ami feloldható majd valamilyen trükkel. Terítsük fel a környéket, itt vannak harrajok. Úsznom kéne majdnem egy delfinnel, szerintem az lenne az ideális egyébként. Ott van egy meditálós cápa, szobor, de mindenképp ellátogatunk, ott egy nagy hal. Mindegy, elmegyünk ide a szoborhoz, ott van egy barlang, vagy onnan jöttünk, talán nem biztos, hogy onnan jöttünk. Mindegy, itt egyet meditálgatunk. Ja, és enter, bocsánat. Nézzük körbe itt a környéken, és akkor kiderül, hogy milyen állatok vannak itt. VASD-vel tudok váltani, azzal tudok visszalépni szerintem a meditációba, de megint elfejtettem. Gyönyörű halak vannak ezen a területen is. És egy teljesen ilyen valós tengeri halaknak tűnnek nekem. Egyik-másik ilyen ismert tesztő filmekből így felsejlik. Nem vagyok egy nagy szakértője ennek, de olyan, mintha. És a végén még egy delfint azért megpróbálunk elcsípni. Hát ha megmutatja nekünk a feladat megoldását is a... a meditáció. Sőt, biztos szerintem a... meditáció vége az biztos, hogy az, hogy megmutatja, hogy mit kell tennem. Most a halakkal úszik, de a delfinek eltűntek szerintem. Ami nem jó hír. Aha, igen, lehet, hogy ez a titka. El kell mennem a csigaházért, az biztos. Ott elúszok majd arra a lapos oszlopkő tetejére. Jó. Megnézzük most ezt, akkor nem nézem itt tovább. Ja nem, ezzel tovább lehet lépkegetni az egyes haltípusok és egyebek között. Aha. És így jön visszafele. Jó, akkor ott is van valami élőlény. Bannerfish. Tehát akkor a jobbra barrával pedig a egyes haltípusok között tudok lépkedni, és az Enterrel tudok kilépni. Vagy valamelyik gombbal. Most azt akartam megnézni, hogy van-e itt még delfin, de szerintem a delfineknek... Nem, ott vannak a delfinek. Elkapjuk a delfineket, én a delfin hátán akarok lovagolni mindenképp egy delfint. Szeretnék. Na, gyerünk, a shiften az ujjam. Tempózzunk, mert a delfinek nem lassúak. De félősek ugyanakkor, ahogy látom, mert... nem hagyják, hogy odaérjek. Gyerünk, gyerünk, delfinek! Hadd érjelek utol titeket! Vagy lehet, hogy képtelenség így a... Nem, elkaptam. Elkaptam az egyiket. Jó. Shiftet kell nyomva tartani, és akkor delfi hátán lovagolva felderítjük a környéket. Lehet, hogy még ugrik is velünk egy nagyot. Fú, betempóztunk. Ez a leggyorsabb módja az adott pályaszakasznak a felderítésének. Erre rájöttem, mint játékmechanika.
De nem keresek benne játékmechanikákat, nem erről szól ez a dolog. Szépen lassan fedezzük fel az élő lényeket. Azt nézem, mióta megy az epizód. Szerintem most erről a környékről még a csiga házat itt összeszedem, és akkor ez lesz az első epizód. És majd akkor visszatérek még. Szia, Delfin barátom! Te is följöttél erre felek? Megnézni, hogy mi a helyzet a Csigusz házzal. Föl is vettük a Csigusz házát. Valahol volt egyébként egy ilyen háló, ami ja, ott van. De ugye eltűntek nekem a kis élőlényeim. Eltűntek mind a robotaim, robotkáim. Itt van egy ilyen lyuk. Nem tudom, hogy ebbe bele kell menni, de valószínűleg biztos bele kell menni. De ezt a lyukat a következő epizódban fogjuk felderíteni. Úgyhogy itt a csodálatos látképpel búcsúzom az első epizóddal, és jövök vissza a következővel. Aztán a következővel, aztán az azt követővel, mert szerintem ezzel még sokat fogok játszani. Írjátok le, hogy tetszik-e nektek ez a játék. Játék, ő nem játék, hanem egy ilyen kis történetet mesélő interaktív alkotás. Szerintem végig fogom játszani, és ebben erősítsetek meg, hogy van rá igény a csatornán, mert mindenképpen azt szeretném, hogyha többeknek is tetszene. Nekem nagyon tetszik egyébként a játék, már régóta ki akartam próbálni, és Glintana volt még, aki mindig mondta, hogy próbáljam ki. Én korábban videókat láttam belőle, és akkor is már megtetszett. Úgyhogy ezzel fogok még játszani. Ha tetszett, lájkoljátok, és mindenképpen kommentáljátok a történetet. Hoppi, Delfinet elúszott a lábunk között. És figyeljétek, hogy mikor érkezik a következő abzu a csatornára. Ebbe segítséget nyújt a kis harangot fölül, jobb fölül, azt mindig mondani szoktam. Hogyha azt a harangot megnyomjátok, akkor sosem maradtok le tartalomról, főleg, hogyha valamit vártok már, hogy folytatódjon. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!